Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Sétáljanak el velünk a Velencei tóig. Nem véletlenül mondom, hogy sétáljanak, hiszen a közelség igazán érzékelhető. Nagyon sokan használják kerékpárral a kerékpárutat a Velencei tó körül, és nagyon sokan járnak ki strandolni, pihenni, vagy éppen a nyaralójukban. Minket is oda köt most a következő beszélgetés, hiszen vendégünk a Velencei tó környékén él, még ha nem is ott született, de évtizedek óta oda köti minden, és valahogy mindig olyat tesz, amire nekünk is fel kell figyelni. Bálint Györgyöt köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szép jó napot! Szervusz! Nos, azért hívtalak meg, mert úgy gondolom, hogy annyi mindent mutattál már nekünk a tó körül abból, amit tudsz, hogy érdemes egy kicsit elindulni onnan, hogy honnan is jött mindez. Ha csak felidézzük a bogár találkozókat, hányban is volt az első? Ez valamikor 1997-98 környékén. Akkor... Én is oda datáltam volna. Igen. Az megmozgatta a Velencei tó egész környékét, de hát a Székesfehérvárról is nagyon sokan jöttek. Mint rendezvényszervező kerültél oda ezzel a bogár találkozóval, amire mindenképpen vissza fogunk térni, de én sem tudom annak ellenére, hogy tényleg évtizedek óta majdnem napi kapcsolatban ismerjük egymást, hogy lettél te tulajdonképpen rendezvényszervező, tehát ez hogy alakult az életedben? Én sem tudtam, valójában érettségit követően én felvételiztem tanítóképzőre, és hát ott már volt alkalmassági vizsga, minden pontszámom tökéletes volt, viszont énekelni kellett, és az ének alkalmassági elbíráló tanárnő mondta, hogy fiam, te mit keresel itt? Nem szeretnék még egyszer itt meglátni. Neked nem való ez a hely. Hát ének alkalmatlanság miatt eltanácsoltak tanítóképzőtől, viszont egy nagyon kedves jó barátom, Orbán Sanyi, egy általános iskolában mondta, hogy neked biztos, hogy napközizned kell, gyerekek között kell lenned. Hát így is tett, így is lett a 15. kerületben Kossuth utcai általános iskolában. Miután nem sikerült a felvételim, de nem tettem le természetesen arról, hogy majd tovább tanulok. De hát átmenet időszakban, akkor ugye még volt katonaság is, elmentem. 18 éves múltam néhány héttel, hónappal, amikor is megjelentem képesítés nélküli napközis nevelőként a hatodikosok és hetedikesek között. Én nagyon-nagyon megszerettem, de hát hamarosan jött, egy fél év múlva jött a behívó, behívta a katonának, és akkor innentől kezdve, amikor leszereltem, ott pont már nem volt szabad hely, viszont az igazgató annyira megszeretett engem, én meg az iskolát, meg őt is, azt mondta, neked, Gyuri, itt a kerületben kell maradnod, szerzek egy munkahelyet. No, hát ez így is történt. Akkor abban az időben volt, hogy az úttörőházak átalakultak ifjúsági házzá, más típusú közösségi terekké, és a 15. kerületben a volt úttörőházba végül is beajánlott engem, és ott csöppentem bele valójában a rendezvény szervezésben. Akkor még úgy hívták, hogy népművelő, és nagyon-nagyon megszerettem. Korábban is szerveztem jó néhány dolgot, mert gyerekkoromban csináltam bábszínházat, meg csináltam hörömpölő cirkuszt, ahol laktunk. Ez valahol bennem volt, de én tudatosan nem figyeltem erre a mondjuk adottságomra. Viszont itt a 15. kerületi közösségi házban, illetve a diáktanyának neveztük el az úttörőház folytatását. Én nagyon jól éreztem magam. Elindítottam, már akkor zenekarokkal foglalkoztam, rock and roll klubot, színjátszó stúdiót. A feladat az volt, hogy a fiatalokkal kezdjünk, vagy kezdjek valamit. Aztán utána úgy gondoltam, hogy azért szakmailag tovább kell fejleszteni ezt a területet, és én akkor a Szombathelyi Tanárképző Főiskolánra jelentkeztem, népős a műveledés szervező szakra. Ott nem kell énekelni. Ott nem kellett énekelni, és ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, úgy nagyon jó volt a közösség, évfolyamtársak, mindenki, és mellette ugye én a szakmát gyakoroltam, tehát amit elméletben ott tanítottak, azt én utána gyakorlatban tudtam kamatoztatni, ki tudtam próbálni. 15. kerületből utána elmentem a 16. kerületbe, ahol én valójában születtem, Ikarusz Művelődési Központba, majd onnan átcsábítottak Ferencvárosi Művelődési Központba, és a Ferencvárosi Művelődési Központból pedig
átcsábítottak, és jó érzés volt, hogy mindig csábítottak, tehát nem kellett kuncsorognom sehol. Az Almási téri, a legendás Almási téri szabadidő központban, ahol is az ilyen jellegű közművelődési ténykedésem ott ért véget, mert néhány éves ottani működésem alatt én elkezdtem komolyabban foglalkozni zenekarokkal, és akkor egy nagyon-nagyon tehetséges zenésszel keveredtem össze, Ferenci Gyuri, aki a mai napig is ugye most a Racka Jam formáció fűződik a nevéhez. Elkezdtük a Ferenc és a Herfi Davidson együttest felépíteni, ő a szakmai részét, én pedig a menedzselés, tehát ő a zenei részét, én pedig a háttér feladatokat láttam el. Egy ideig párhuzamosan ment a népművelői tevékenységem és a rock and roll élet, a koncertszervezés, illetve a menedzselés, de egy idő után ezt be kellett látnom, illetve az akkori igazgatónt, ő vezetett rá, Gyuri, neked már inkább szerintem azt kéne csinálnod. Én úgy látom, te azt jobban, ha nem is jobban szereted, több energiát fektetsz abba, mint itt a közműveledési munkádban. És hát akkor ott nekem a klasszikus értelmemet népművelés vagy művelés szervezés véget ért. De mellette már ugye megalakult a Magyarországi Bogarasok Klubja, ugye így ennek apropóján kerültem a Velencei tóhoz, kerestünk helyeket, hogy hol legyen ideális hely. Nekem valahogy úgy belülről jött ez a vonzalom a bogár autók irányába. Igaz, az első autóm az Trabant volt néhány hónapig, de a nagy álmom az volt, hogy legyen egy bogár. És akkor megvettem életem első bogarát, Ferdinándot, akivel együtt közlekedve én arra lettem figyelmes, hogy a bogarasok így villognak egymásnak, integetnek egymásnak, és úgy éreztem, hogy itt valami közösség van, egy kvázi, akkor még nem létező, de úgy a szellemisége, a bogarazás magával hozza valamiféle láthatatlan összefogást, összetartozást. És akkor pont az előbb, korábbiabban említett Orbán Sanyi barátom, ugye, aki napközis nevelőként elhelyezett engem, neki is volt bogara. És akkor gondoltam, hogy szervezünk egy találkozót, pont ott a Diáktanyán, ahol én akkor dolgoztam, a 15. kerületben, semmi más nem volt, stencilgép, és mi ketten bogarasokat, hogy látunk, leállítottuk, átadtuk neki, hogy ekkor is ekkor lesz egy találkozó. Az első alkalommal közel 100 bogár jött össze, többek között Falusi Mariannék is, mert akkor ők nagy bogarasok voltak, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt ez a közösségi szerveződés, egyesületté alakultunk, rengeteg programunk volt, jótékony célútól, kulturális programon keresztül, illetve nyaranta megrendeztük a nagy bogaras találkozót, aminek helyszínét Velencei tónál találtuk meg, olyan kis emberléptékű volt akkor, rátaláltunk a nagy zöld területre, nagyon segítőkész volt az akkori polgármester is, és utána tulajdonképpen lehet azt mondani, minden polgármester, aki Gárdonyban regnált, ezt a eseményt, ezt a rendezvényt, ezt olyan szívügyének, ilyen kedves kis színfoltnak tekintette. Legendás volt valójában, és nagy színfolt volt tényleg a Velencei tó életében is. Nem csak azért, mert nagyon jópofa bogarak jelentek meg, mert ilyenkor azért nem csak a hagyományos külsejű autók jönnek, hanem mindenféle vicces formában, hanem program is kísérte, hogy a rendezvényszervező azért előjött rendesen. Igen, én úgy gondolom, hogy én nem csak gondolom, hanem láttuk is, hogy nagyon sok civil közönséget vonzott ez az esemény, és hát természetesen, mint minden rendezvény, itt is elérte a csúcspontját, és aztán utána kezdett megfogyatkozni a részvevők létszáma, de akkor én már itt voltam a Velencei tónál, ugye, és nekem nagyon megtetszett a tó környéke, de úgy valami nekem hiányzott, hogy valamit még lehetne, igaz, popstrand már volt, de úgy összességében, hogy valamit még itt lehetne csinálni, pályázni lehetett több strandra. Itt úgy történt, hogy a Gárdonyi, akkori Gárdonyi Strand és Camping
re egy sikeres pályázatot tudtunk beadni, Korányi Zsolttal és Korányi Lacival, ők a sport részét, én pedig az egésznek a projekt menedzselését és felépítését készítettem el. Tudtad, hogy mibe kezdesz bele? Nem. Mert azért ez a rendezvény szervezésen túlnő. Igen, azelőtt én csak strandra jártam, meg maximum kempingben aludtam, de hogy valójában ez működtetés szintjén mit jelent, nem tudtam. Hát megtudtam, de én utólag így visszagondolva azt mondanám, hogy nem bántam meg, mert én úgy gondolom, hogy valami olyan maradandót tudtunk ott létesíteni Sport Beach-ként, hogy nagyon sok pozitív élmény fűzött ahhoz a helyhez, és utána már ugye a feleségemmel együtt Cilivel csináltuk. Amit szintén azért, a Velencei Tótól kaptál, azért ezt jegyezzük. Így igaz, szó szerint. És azért az akkor már sokkal könnyebb volt, hogy közösen működtettük ezt a strandot. Aki ismert téged, tudja, hogy mindig olyat szeretnél csinálni, ami nincs. Na most strandok vannak egymás mellett. Mi volt a cél? Hogy gondoltad, miből fogsz tudni kilógni a sorból? És a sportbicset nyugodtan emlegethetjük, mert már nincs. Nincs ilyen formájában ez a strand, tehát nem reklám. Igen. Tehát mindenféleképp én akkor még sokkal sűrűbben sportoltam, mint a mai időkben, illetve nagyon sok sportrendezvény, többek között volt egy ilyen desszerthez kötődő strandröplabda bajnokság is, azt is mi szerveztük. Viszont nem volt helyszín. És én gondoltam, hogy maga ez a sport, ez egy nagyon jó hívószó. Tehát, hogyha vagy e köré lehet egy tematikus nyári szabadidő helyszínt létrehozni, akkor annak hátha lesz sikere. Persze mellette megtartva az egyéb rendezvényeket, a Bogár találkozót, volt Regi Kempit, amikor a Miksájék idehozták hozzánk, Rock and Roll találkozó. Azért ez a népművelői vénám, ez azért itt nem merült ki abban, hogy na most csak egy sportbícset, vagy sportpályákat létesített helyet alakítsunk ki. Nagyon sok olyan új vendég szokott le a Velencei tóhoz, akik szabadsága nem akartak menni, a sportrendezvények okán lejöttek, és visszatérő törzs vendégként jöttek. Most utána már hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó összetételű közönséget sikerült a Sport Beachhez lehívni, megszólítani, aki aztán utána visszajártak törzs vendégként. Aki a Sport Beachre járt, tudta, hogy a tulajdonosoknak mennyire fontos az egészség, megőrzés, az egészséges táplálkozás, és sok minden, ami az egészséges jövőhöz köthető, például az öko berendezkedés. Ez hogy jelent meg az életedben? Tulajdonképpen nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, már ez több mint 10 éve is, megjelent az életemben a magas vérnyomás, és én alapjában véve gyógyszerellenes vagyok, és mellette hipohonder. Na most ezt a kettőt kellett valahogy összehozni, és ennek azért az eredmény, utána olvastam, hogy sok valódi, megtörtént élethelyzet és tapasztalattal rendelkező bejegyzést, vagy hírt, beszámolót olvastam, hogy táplálkozással ezt azért lehet korrigálni, vissza lehet fordítani, illetve kezelni lehet ezt a, úgymond, ha nem is betegség, de állapotot. És akkor közel egy évig ilyen zöldeken éltem, élő táplálék, facsart zöld, ez az amas, stb., és tényleg megszűnt minden. Természetesen, amit az ember magához vesz, én korábban is hittem abban, hogy amit lehet vegyszermentesen kell megszerezni, bejutatni a szervezetbe, ez pedig a bio, ugye, ami ellenőrzött körülmények között terem, vagy termésből állítanak elő termékként. Itt egy kicsit úgy belebonyolódtam ebbe a témakörbe. Pazarolni sem igazán szeretek, olyan jó, hogyha egy kicsit környezetünkre odafigyelünk, és abban az időszakban, ez valamikor 2006 7-8 környékén volt, amikor kicsúcsosodott nálam ez a történet,
ebben abszolút partner volt a feleségem is. És akkor kitaláltuk, hogy hát ezt mi ne lehetne egy kicsit ilyen útmutatásként a nyári időszakra a Sportbeachen is megjeleníteni. És akkor ekkor jött az ötlet, hogy 2007-8 környékén ökostrandá alakítottuk át, vagy bővítettük ki a Sportbeachet, és mind a környezettudatos szemléletmódhoz kapcsolódó, gyakorlatban is használható elemeket integráltunk. Akkor nálunk már volt szelektív hulladékgyűjtés, napelem, vegyszermentes tisztítószerek, akkor indítottunk el egy azóta nagyon népszerű ez a kézműves büfét, ahol biotermékek is voltak. Szóval ez egy olyan nagy durranás volt abban az időben. Elindítottuk az Ökoexpót, megismerkedte Magyarországi Biokultúra Egyesület létrehozójával, Frühwald Ferivel, akivel azóta nagyon baráti viszonyba kerültünk. És ez úgy jött, és akkor jöttek a jobbnál jobb ötletek, és ezt nagyon jól vették a strandra látogató vendégek. Volt rá igény, nem mondom, hogy mindenki ezért jött oda, de a vendégek jelentős része nyitott volt erre a szemléletre. Eddigre már ízig-vérig vállalkozóvá váltál, és egy vállalkozó soha nem áll meg, és nem megy át a langyosba, hanem mindig előre, és ez történt veled is, hiszen a Sportbeach már a múlté, ezt abba hagytátok, viszont egészen különleges dologba vágtatok bele. Tehát most mondhatjuk, hogy bogarak, aztán strand, és mindenből hogy lett borospince? Nekem egy régi álmom volt, hogy legyen kis borospincém, ahol én visszavonulhatok, esetleg bort is készítek, de minden esetre az értékes és minőségi borok számára egy tároló helyre én már vágytam egy ideje. És akkor feleségemmel beszéltünk arról, hogy nézzünk a tó környékén körbe, ez 2009-et írunk, környékén, jártuk a tó környékét, inkább az északi oldalt, mert ugye ott már jócskán benne voltunk a déli part nyüzsgésében, de ugye ez bérlemény. Saját ilyen jellegű területünk nem volt, ahol a strand ugye ez bérlemény volt, és keresgéltünk helyet. Voltunk Pákozdon, Sukoron, és eljutottunk Pázmándra. Néztünk lehetőségeket, és valahogy úgy rátaláltunk. Tehát ez konkrétan a rátalálás élethelyzetet tudom erre igazán megfelelően említeni, arra a területre, amin aztán utána létesítettük mindazt, amit ahol most tartunk. Volt egy nagy, nagyon szép déli fekvésű rézsus, üres tarló, és egy nagyon-nagyon romos, még a bejárata is beomlott pici kis pince, ahol úgy kellett leugrani, megnézni, hogy mi van. Ó, hát mondod, ez egy régi pince, nagyon rosszul néz ki, de pince. Hát, felhívtuk a telken lévő telefonszámot, az eladóval beszéltünk, picikét még tudtunk is alkodni, és azt mondtuk, hogy vegyük meg ezt a telket. Ez így is történt. És pont abban az időszakban vidékfejlesztés líder keretein belül megjelent egy pályázat, melynek keretében a borkultúra népszerűsítésére is lehetett pályázni. Hát akkor valahogy jött, hát jó, oké, hogy én szerettem volna egy borospincét, de hogyha van ilyen pályázati lehetőség, és igazán alig volt néhány borászat a tó környékén, akik hivatalosan bort készítettek, de kóstoltam közülük, jó néhány tételt megkóstoltam, és hát ezek nagyon jó, egész jó borok, és nem ismerik az emberek, tehát nem is tudják, hogy a tó környékén van szőlőtermesztés, borkészítés. Hát milyen jó lenne esetleg őket egy kicsit népszerűsíteni, ezáltal egy olyan helyet létrehozni, ami a tó körül megint csak nincs. Egy ilyen velencei tó környéki borok. És akkor még úgy volt, hogy más vidékről érkező bioboroknak a bemutató terét hozzuk létre. Tervezgettünk, természetesen minimális félretett, megtakarított pénzzel, de akkor sok pénzből valamit létrehozni annyira nem nagy kunszt, mint amikor úgy kell össze logisztikázni, hogy akkor most innen ilyen hitel, innen ilyen pályázat. Tehát én mozaik szerűen a háttér
erőforrásokat is össze kellett rakni, illetve hogy hogy nézzen ki ez a hely. Közben itt megszakítalak, hogy tudjál pihenni, és elmondom, hogy kívülről ez úgy hogy nézett ki az ismerőseid szemébe. Hát ugye első nekifutása, ez nem normális. A pince láttán, utána pedig úgy elkezdtük mondani, hogy bátor, bátor. Nem tudom. Most már lehet, hogy nem ugranék bele. Hát pedig vagy bejött. Igen, de teljesen más környezetben élünk így most már több mint 10 év elteltével. Bár csak 10 évről beszélünk, de teljesen más volt ugye az embernek az életkora is, más volt a mindennapok fontossága. Egyértelmű, hogy az adott akkori időszak is egy teljesen más képét mutatta a maihoz képest. Ez akkor volt jó igazán, és az volt a nagyon érdekes, hogy itt együtt álmodtuk meg a feleségemmel ezt. Megbeszéltük, mert volt egy elég ronda bedőlésünk vendéglátás tekintetében, amikor is egy étteremhajót indítottam el ugye a velencei tavon, illetve nem indítottam el, mert állóhajó volt, de mint étteremként. Az nem egy, anyagilag nem egy szép történet sajnos. Egyébként érthetetlen módon nem jött be a Mississippi akkor. Sokat tanultunk azóta belőle, de akkor ennek apropóján megfogadtuk, hogy éttermet, vendéglátást, többet mi nem csinálunk. Oszt mégis. Itt borokat lehet majd kóstolni, pici kis finom, valami apróságot hozzá enni, és ennyi. De már az építés, a tervezés időszakában először csak egy kis terasz lett volna. Hát, de hogy néz ki, hogy csak ott, tehát akkor már legyen itt is egy terasz. Akkor jó. Akkor ott lent a pincében, hát azt is ott ki kellene ásni, hogy akkor nagyobb alapterület. Jó. De akkor viszont sparhetet kell betenni, mert ha mégis esetleg valaki hosszabb időt szereti, hát az adjon neki valami étet, de tényleg csak kenyérlángos, vagy valami hasonló, de kemence, sparhet legyen, hogy valami autentika, meg gasztroélmény, stb. No, hát lényeg az, hogy valamiből lett valami, és 2013 májusában átadtuk ezt a valamit, nagy örömünkre, Böjt atya meg is áldotta a pincét. Lévén, hogy az a pince, amiben akkor én annó leugrottam, utólag kiderült, hogy ez egy történelmi borospince, még az 1700-as években a jezsuiták Dézsma pincének építették, és az a terület, az a hegyoldal, vagy domboldal, az pedig papi birtok volt. Tehát abszolút a kötődés megvolt. Örömünnepként birtokba vettük, és birtokba vették a vendégek is a boráriumot, és elindult egy folyamat. Elindult, ami nem tudom mikor áll meg, de azóta bővítettük a teraszt is, azóta már egy levendula és fröccs teraszt is létrehoztunk. 5-6 évvel ezelőtt levendulát telepítettünk, arra ugye egy idézőbetéve iparág alakult, egy manufaktúra tulajdonképpen, amit Cili, mint kozmetikumok vonalán használ fel a levendulából, én pedig szörpöket készítek belőle, és azóta már vendégházakat hoztunk létre. Az igazság, hogy sokszor van az, hogy már azt mondjuk, hogy Úristen, ez brutál, de a teremtés és az alkotás eredménye, illetve az, amit az alkotás és a létrehozás örömben ad, azután az busásan megtérül. Pláne akkor, amikor kizárólag a használói, tehát a szálláshely vendégei, vagy az étterembe betoppanók visszajelzéseit kapjuk. Tehát ezek tudnak igazándiból úgy feltölteni bennünket, hogy erre szoktam azt mondani, hogy igenis merjünk büszkék lenni. Ne nagyképűek, hanem merjünk büszkék lenni. Sajnos azt látom, hogy, és nem akarok általánosabban beszélni, de igenis mi magyarok sokszor nem vagyunk büszkék arra, amit elértünk,
amit létrehoztunk, pedig az egy jó eső érzés. A teremtésnek van egy olyan plusz hozzáadott értéke, ami nem csak a teremtést végzőnek, hanem aki igénybe veszi azt a szolgáltatást, vagy alkotást, és ez teljesen mindegy, hogy ez most egy képzőműszíti alkotás, vagy egy olyan produktum, amit megeszünk utána, alkotni kell jó érzéssel és jó szívvel, mert azután a fogyasztó és az igénybevevő számára az valami felbecsülhetetlen érték lesz. Ez nagyon szép mondani való volt, és ha hiszed, hanem el is szaladt az időnk, de a terveiddel kapcsolatban még egy mondatot, mert azért aki végignézte ezt a műsort, az tapasztalhatta, hogy egy motor van benned, ami mindig visz tovább. Ami jó, hogy amellett tudod is értékelni, amit elértél, tehát nem felejted el értékelni, amit elértél, de mindig ott van a következő cél. Mit álmodsz mostanában? A család nem hallja. Őszintén megmondom, most egy picit én úgy gondolom, hogy... Jó helyen vagy? Igen, és most a finom hangolás. Tehát a meglévő létrehozott dolgoknak a finom hangolására van szerintem szükség. Ez mind emberi tényezők vonatkozásában, mind a szolgáltatások és a produktumok végrehajtása tekintetében. Én úgy gondolom, hogy valahol kell tudni IT parancsolni az embernek saját magának, és inkább arra figyeljen, hogy ami van, az minél jobban, minél gördülékenyebben menjen. És megmondom őszintén, most egy nagyon jó eső érzés van bennem, hogy akikkel együtt dolgozunk, nagyon-nagyon jó emberek, és nagyon, nagyon jól dolgoznak, és azt teszem észre, többük mondta már ezt, hogy olyan, mint a hazajönnék. És én úgy gondolom, hogy így érdemes dolgozni napi szinten, illetve így lehet alkotni, amikor nem kényszer az, amit csinálunk naponta. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, azt hiszem sok olyat hallottunk, amin érdemes elgondolkozni. Így lett vállalkozó Bálint György, a műsor vendége. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további kellemes tévézést, viszontlátásra!